minden egyes játék típusban másik féleképpen kell megjátszanunk lapjainkat, illetve másképp kell játszanunk egyáltalán a pókert. Egy készpénzes játékban például, hogyha beülünk játszani, és úgy gondoljuk, hogy mi nagy játékosok ellen kezdők vagyunk, de beültünk, mert miért ne, és mégis nem szeretnénk azért a pénzünket elveszteni, és úgy gondoljuk, hogy akkor nagyon konzervatívan, nagyon-nagyon feszesen, nagyon meggondoltan fogunk játszani, akkor például azt gondolhatjuk, hogy csak akkor fogunk játszani, hogyha ászpárt kapunk a kezünkbe, esetleg királypárt, vagy talán ászkirályt egyszínűt, tehát ilyen nagyon prémium, nagyon nagy lapokat, amikhez aztán egy szerencsés, vagy akár még szerencsétlen flop is segíthet ahhoz, hogy mégis mi nyerjük meg azt a leosztást. Ezt egy készpénzes játékban bátran megtehetjük, ugyanis egy körön belül, amelyik ugye 10 leosztást tartalmaz, mert 10 játékos játszik, tegyük fel az asztalnál, egy körön belül maximum a kisvakot és a nagyvakot veszíthetjük el, és hogyha mi 100-szoros nagyvakkal ültünk bejátszani, akkor ugye minimum olyan 70-80 leosztás kell ahhoz, hogy elfogjon teljesen a pénzünk előlünk, és akkor ennyi időt várhatunk arra, hogy hát ha egyszer kapunk ászpárt vagy királypárt, vagy valami olyan prémium lapot, amivel úgy gondoljuk, hogy elindulhatunk a játékban, és talán nyerni fogunk vele. Ugyanezt azonban egy versenyjáték során nem tudjuk megtenni, hiszen versenyjátékban mindig emelkednek a vakszintek, ezért hogyha mi kapunk egy kezdő zseton mennyiséget, akkor az nagy valószínűség szerint a kezdő vakszintnek ugyancsak a 100-szorosa, esetleg deepstack verseny esetén 200-szorosa vagy több 100-szorosa is lehet, de a vakszintek emelkedésével ez a zseton mennyiség önmagától csökken le, hiszen attól függetlenül, hogy nem játszunk, mégis viszi el körönként a vakok viszik el a zsetonjainkat, melyeknek hatására egyszer csak el fog fogyni, akkor is, hogyha nem csinálunk semmit. Éppen ezért a versenyek folyamán rá vagyunk kényszerítve arra, hogy mindenképpen játszunk akár nem csak prémium, hanem annál sokkal gyengébb lapokkal is. A vakszintek emelkedésén kívül a versenystruktúra azért nagyon lényeges, mert egy sit and go játékban, amelyik egy egyasztalos játék, 9 ellenfelünkkel kell megküzdenünk, ezért sokkal agresszívabban játszhatunk akár, tehát sokkal kisebb, sokkal gyengébb lapokat is meg kell játszanunk, hiszen a 9 játékosunk, hogyha mi nem játszunk és passzívak vagyunk az asztalnál, akkor egyszerűen lesöpör minket az asztalról, hiszen ő nekik mindenképpen az lesz a céljuk, hogy megnyerjék ezt a versenyt. Ezzel szemben a multi-table tournamenten, vagyis az összeültetéses játékban sokkal több esélyünk van arra, hogy jól játszunk, illetve hogy zsetonokat gyűjtsünk. Nem kell annyira agresszíven játszanunk, hiszen sokkal több résztvevő miatt általában sokkal hosszabb időnként emelkednek a vakszintek, általában sokkal több zsetont kapunk, sokkal több játékos ellen kell ugyan játszanunk, de mégis kicsit feszesebben is játszhatjuk meg lapjainkat. Nem vagyunk rákényszerítve arra, hogy azt az asztalt megnyerjük, amelyiknél éppen ülünk. Igaz, hogy arra viszont rá vagyunk kényszerítve, hogy azt a versenyt megnyerjük, illetve hogy jól szerepeljünk, hiszen azért ültünk be játszani. Éppen ezért azt nem tehetjük meg, hogy várakozunk arra, hogy prémium lapokat kapjunk, attól függetlenül, hogy ha megkapunk egy prémium lapot, az még nem feltétlenül biztos, hogy nyerni is fog. Éppen ezért annak, hogy milyen versenyre ülünk be, milyen vakszint emelkedések vannak, milyen időnként emelkednek a vakszintek, és milyen kezdő zseton mennyiséggel ülünk le, igenis nagy szerepe van abban, hogy milyen agresszíven játszunk, illetve az agresszívségünk nem abban nyilvánul meg, hogy felpofozunk-e bárkit is az asztalnál, hanem abban, hogy milyen lapokat, milyen pozícióból, hogyan játszunk meg. Idővel, ahogy az a vakszintek emelkednek, és zseton mennyiségünk csökken, mert mondjuk elvesztettünk néhány leosztást, vagy nem játszottunk elég sok leosztásban, akkor rá leszünk kényszerítve, hogy egyre rosszabb lapokkal induljunk el a játékba, amivel nyilván rá leszünk arra kényszerítve, hogy egyre agresszívebben játszunk, és ezzel sajnos legtöbb esetben rá leszünk arra kényszerítve, hogy elveszítsük az összes zsetonunkat, mert esetleg már egy olyan rossz lap kombinációval kell elindulnunk a játékba, amit alapvetően megver egyik vagy másik játékos társunk.